utószó, írta Szent Iványi Jenő. Ha egyszer a jövőben a múltunkkal találkozunk. Bármi furcsán hangozzék is, a fenti cím nem feltételes módban fogant, hanem kijelentő mondatként értékelendő. Igen, mi történik akkor, ha egyszer a közelebbi vagy távolabbi jövőben szembe találkozunk a saját múltunkkal? vagy ha úgy tetszik, az emberiség eleven múltjával. Azaz a múlttal, amelyet eddig csupán ásatag leletekből, a régészek, a történelem tudósok kihambat nyelveket és sok ismeretlenes rejtélyeket megfejtő, olykor fantáziadús felidézése révén ismertünk. Mi történik akkor, ha egy napon mindazt, amit mi csupán történelemnek nevezünk, és elfogadunk önmagunk és töménytelen ősünk egymás után sorjázó élete gyanánt, egyszerre vérbő, lüktető valóságként szemlélhetjük. Bárki azt felelheti erre a szokatlan felvetésre, hogyan kérem, micsoda mesterkélt kérdés ez, senki sem találkozhatik sem önmagával, sem őseivel. Ami volt, elmúlt, vissza nem varázsolható. Nos, akkor álljunk meg egy pillanatra. Vegyünk sorra néhány tényt. Valamikor évmilliárdokkal ezelőtt, adott időpontban elindult ennek a rejtelmes, véghetetlen valaminek a fejlődése, melyet mi világegyetemnek nevezünk. A számtalan naprendszer egyikén az idők folyamán egy bolygón, kereszteljük el Földnek, szénbázisú alapon éles sarjadt. Ez az élet terebélyesedett és különböző létformák után az egyik fejlődési ágon kitermelte magából a legfejlettebb gerinces lényt, mondjuk az embert. Hogy a gerinceseknek ez a válfaja fejlődése során hová jutott, erre nem szükséges sok szót vesztegetnünk, csak tükörbe kell pillantanunk, szétnézni önmagunk körül, és millióm változatta az údúránk a válasz. Ezt a feleletet pedig habozás nélkül elfogadjuk, sőt, megdönthetetlen igazságként fogadjuk el. Ám de mai tudásunk szerint a világegyetemben számtalan a miénkhez hasonló naprendszer kering, és a nagy számok törvénye alapján 10 milliós nagyságrendű kell, hogy legyen azoknak a bolygóknak a száma, amelyek a föld ikertestvéreként fejlődhettek, tehát ha élet fakadt rajtuk, csak olyan élet akár a miénk. Ilyen formán, ha valamikor kilépve a naprendszerünkből eljutunk, tételezzük fel, hogy éppen a Tau Ceti egyik bolygójára, melyen Zsoldos Péter regénye a távoli tűz játszódik, előfordulhat, hogy a jövőben az emberiség múltjával találkozunk. Az idő és tér végtelenségében néhány ezer vagy tízezer évnyi fejlődési fázis eltolódás kevesebb egy röpke másodpercnél és valamelyik sokadik utódunk ott, azon a még felhatáratlan bolygón, mivelünk, sőt, akár a kőkorszak kezdetén tengődő elődünkkel találja magát szemközt. Találkozhatik az emberi kultúra valamennyi változatával, a magunk szintjével levővel épp úgy, mint az alacsonyabb fokon maradtal, vagy éppenséggel a fejlődés sokkal magasabb fokára hágottal, akár mindhárommal egy időben is. Azt, hogy különböző szintű és más fejlődésű fokon álló kultúrák és civilizációk egymás mellett létezhetnek, léki professzor ásatásainak eredménye óta nem tagadhatjuk. A fejlődés örök törvénye nem ismer vastag ácsceruzával meghúzott választóvonalat. Az egyik fejlődési szakasz nem a másik után következik, hanem az újabb akkor csírázik ki, mikor elődje sorvadásnak indul, és akár évszázadokig év ezredekig futhat egymás mellett, míg nem az egyik kivirágzik, s a másik teljesen elenyészik, esetleg nyomtalanul. A kalahári sivatagban a föld legkietlenebb táján él a busmanok kivesző népe, néhány száz kilométerre a 20. század világűrt ostromló emberétől. A történelem tudomány művelői ma már úgy sejtik, hogy egy előző, nagyon magas szellemi szintű fejlődési korszak utolsó hírnökei. Magányos nyelvük, a természet titkait a mostani homo sapiensnél összehasonlíthatatlanul jobban értő, érző, vele azonossá váló tudásuk előtt nem rejté az állatok beszéde, sőt a gondolatátvitel sem. Mindaz a kincs tehát, amit mi valahol civilizáldódásunk során elveszítettünk és napjaikban keresgéljük újra, lélek És még sorolhatnánk tovább ezeket a fejlődés és kultúra rejtélyeket, mohenjo központi fűtéses, folyóvizes, fürdőszobás, 6000 éves, előd és utód nélküli civilizációjától hosszan, hosszan. Kik voltak élvezői? Honnan jöttek és hová tűntek? A tudomány egyelőre nem ad rá feleletet, csupán megállapítja a fellelhető tényeket. Ezt tudjuk, ennyit tudunk, és jelenleg nincs tovább. Mégis, ha valaki ilyen kevés adat birtokában álmodni kezd, és regényt ír a busmanok kifürkészhetetlen homályba vesző elősorsáról, vagy Mohenjo-daro homok alá temetődött csodálatos napjait vetíti elénk, bármi fantasztikus is ez, a regény történelmi regény lesz. Épp így történelmi regény Jack London Ádám előttje, vagy Golding az utódok című világhíres műve, holott az emberiség ezen korszakairól ugyancsak nem maradt kézzelfogható nyom. De hát mitől történelmi regény az e irodalmi alkotás? Erről folytja vita azon a szexádi író tanácskozáson, ahol éppen a történelmi regényről volt szó. A vita során a történelem hézagainak kérdéseit boncolgatták, amelyek akár a világűrben maradt fekete foltok, jelenleg még áthatolhatatlanok. S lényegüket a tudásra vágyók ki nem fürkészhetik tényekre történő igyekezetükkel. Peri és Géza a maga történészi mi voltában oldotta fel a valószínűségek, valószerűtlenségek látszólagos ellentmondását. Az író fantáziájától intuíciójától, lélektani és esztétikai érzékétől vezettetve hézagokat tud kitölteni, és egységet tud létrehozni ott is, ahol a pusztán logikai lépésekben haladó történész nem talál megoldást. Egy másik hozzászólás Peri és Géza kiállását az írói fantázia hézaktöltő jellege mellett ilyen formán egészítette ki. Ha pedig a mesélés szenvedélyének és szeretetének révén eljutunk az ihlet, fehéren izzó hőfokára, akkor valóban megtörténhetik az, hogy az író a múlt hézagos tényanyagát ebben a látomásos állapotában ki tudja egészíteni. Ez a két hozzászólás magyarázatot ad Jack London és Golding regényeinek történelmi mi voltára de ha a történelmi regénnyel kapcsolatos így meghatározások érvényesek a ködös múltra, épi érvényesek a hasonlóan homályos jövőre is. Tehát nem csak a múltra visszavetítve, hanem a jövőbe előre nézve is lehet történelmi regényt írni, éppen a földi történelem párhuzamában. Ha a fejlődés törvényei az egész világegyetemben azonosak, már pedig azonosak, akkor ha valahol szénbázisú alapon indult el az élet, a jövőben találkozhatunk a múltunkkal. Ez a logika mondatja ki velünk a fanatikus szifi hívők számára szentségtörő mondatot, Zsoldos Péter regénye, a távoli tűz, nem mindennapos szifi, hanem egyben, sőt elsősorban, ragyogó fantáziával, intuícióval, lélektani és esztétikai érzéktől telített Történelmi regény, melyben írója az ihlet izzó hőfokán, hogy a fentebb idézett két véleményt összekovácsoljuk, látomásos állapotban papírra tudna vetni ezt a jövőbeni találkozást. Gregor Mann, a viking visszatér, tauceti emberlakta bolygóján reket főhőse, tény és adatszerűen megalapozva éli végig 12 fényév messzeségben tőlünk, a mi történelmünk bronzkorszakát, a görög városállamok korát, miután az előző kötetben már taposta a kőbaltás emberősvényeit is. A fejlődés történet törvényei a maguk milliárdnyi változatában is kérlelhetetlenek. Ezt Zsoldos Péter egyaránt tudja ösztönösen és tudatosan amikor ott a Tauceti irgalmatlan messzeségében keringő bolygóján földi párhuzamokat alkalmaz, és újra éli, írja a mi történelmünket szifi keretek között, nem cselekszik mást, mint összeötvözi a feszes, szigorú logika és a fehéren izzó látomás űrkitöltő képeit, megalkotva ezzel a rendhagyó magyar science fiction történelmi regényt. Zsoldos regénye a múlt valóság modellje a távoli jövőben. Ez a lényeg, mert ez a történelem magas sci fokon. Vége.